Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a beszélgetés lesz a hivatalos beszélgetéseink során ebben az évben az utolsó nyírbátor polgármesterével. És hát ugye ebben az évben olyan sok téma került szóba, hogy ha csak szemezgetnénk ezekből is, már biztos ki tudnánk tölteni két-három műsoridőt. De inkább most nézzük azt, hogy hogyan is alakult a városnak a helyzete, hogyha akár 11-12-13 hónappal ezelőttről nézzük. Ha én jól emlékszem, ugye az elmúlt év vége felé volt az az időszak, amikor mondjuk például lekapcsolták a fűtéseket sok helyen, bezártak intézményeket, és hát elég borúsnak nézett ki, hogy mi lesz a következő évben. A magas gáz, magas villanyszámla számlák miatt ez képest egészen jól alakult 2023. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, mi történt, hogy végül is ilyen gyökeres változás lett erre az évre? Köszöntöm én is a nézőket. Szerintem egy mondatban ezt, hogy mondjam, helytálló módon azért nagyon nehéz lenne kifejezni, sőt, inkább úgy mondom, hogy nem is lehet. De hogyha egy összetett, bonyolultabb mondat szerkezett, akkor nagyjából két dolog. Rengeteget spóroltunk, és közben jelentősen nőtt a, a város gazdasági teljesítőképessége, és ez a két szám a megtakarítás és a többletbevétel tudott annyira közeledni egymáshoz, hogy a korábbi évek tartalékaival kiegészülve gyakorlatilag meg tudtunk mindent tenni ebben az évben, amit terveztünk és az év végére gyakorlatilag így szépen kiegyenesedett ez a dolog. Annyi, hogy ma már nyilván tartalékaink nincsenek a olyan mértékben, viszont, viszont, a kilátásaink azért az előző év azonos időszakához képest lényegesen jobbak. De most a tartalék teljesen el? Hát vannak tartalékaink, meg az év végére azért mindig több letadó bevételünk van, tehát én most is úgy számolom, hogy egy 2-300 millió forintos szabad felhasználású maradványunk azért lesz, mire mindent összesepregetünk, ha lehet így 600 milliós... Olyan 6 7 600 milliós takar, megtakarításunk volt, és az év végéhez az, az jött egy ad kis adóbevétel, tehát azért itt közel egy milliárd forintnyi tartaléka volt a városnak, ha mindent összeadunk, az nyilván egy olyan 300 millióra leapadt. De ez nem baj, tehát ez nyilván pont azért van ilyen tartaléka egy településnek, hogy amikor nagy baj van, akkor ezt úgy tudjuk átvészelni, mint ahogy Nyírbátor, én azt gondolom, hogy átvészelte, és büszke lehet a város valamennyi lakója arra, amit 2023-ban elértünk mert van mire büszkének lenni. Ez egyébként csak és kizárólag annak köszönhető, tehát túl a tartalékokon, hogy a városnak ilyen erős a gazdasági háttere? Hát nyilván van egy nagyon, ilyenkor van egy nagyon feszes költségvetési fegyelem, és ezt ugye mindig elmondtuk, hogy, hogy az, az a fontos, ha érezzük, hogy baj van, hogy időben hozzunk meg döntéseket. Ezt is tudjuk, ugye tavaly, ahogy szerkesztő az egy éve beszéltünk ilyen típusú kérdéskörről, hogy akkor merre tovább előre, de mi már szeptemberben hoztunk olyan takarékosság intézkedéseket, amikor a nyár végén kiderült, hogy, hogy baj van. Amivel időben tudtunk olyan átszervezési, működésbeli dolgokat alakítani, ami több száz millió forintos megtakarítást jelentett üzemeltetési költségek vonatkozásában. És ez, és ez azt gondolom, hogy az egész évben így volt, amiből jellemzően a városlakók szinte semmit nem érzékeltek. Ez azért fogalmazok úgy, hogy semmit nem, mert nyilván azt érzékelték, hogy a kulturális központ zárva van. Nyilván a különböző civil szervezetek érzékelték, hogy, hogy a, a, városháza diszterma az gyakorlatilag állandóan tele volt, mert azt fűtöttük, az alkotóházat nem fűtöttük, és sorolhatnám, átköltöztek a kulturális központ dolgozói hozzánk. Sokszor nem itt vettük fel a tévéadásokat, hanem a. Szóval rengeteg-rengeteg olyan dolog volt, de ez, hogy mondjam, azért a hétköznapi ember számára ez kevésbé volt érzékelhető, az edzések, a sportegyesek működni tudtak, ezért nyilván rengeteget lehetett így spórolni, de nem annyit, mintha bezártuk volna a város teljesen, és, és ez nagyon fontos volt. És hol sérült leginkább a város ennek következtében? Tehát van-e mondjuk úgy 8 napon túl gyógyuló sérülés? Van, van, nyilván bizonyos dolgok elmaradtak, bizonyos karbantartásokat átütemeztünk, bizonyos kisebb felújítások csúsztak, és ezeket most próbáljuk az év második felében és a következő év első felében utolérni, ledolgozni, pont azért, hogy, hogy, hogy olyan károkat ne szenvedjen a város, ami, 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 nehezebben vagy drágábban javítható. De ezek, mondom, működés nem veszélyeztették, üzemeltetés nem veszélyeztették, egyszerűen észszerű átcsoportosítás, ugyanaz egyébként, mint egy családban. Tehát nem kell ezt sokkal bonyolultabban elképzelni, csak nyilván itt milliárdokról beszélgetünk, egy családnál meg százezer forintokról, de ott is megtesszük azt, hogyha vala, el, elromlott a hűtő és meg kell venni, akkor abban a hónapban valamit nem csinálunk meg, amit majd a következő hónapban csinálunk meg. Nagyjából ugyanez a logika érzékeltői város számára is. Nekünk az volt a fontos, hogy az ilyen családtámogatási dolgok nem maradjanak el, tehát azok a, azok a vívmányok, vagy azok az eredmények, amiket az elmúlt évtizedekben elértünk, azok megmaradjanak, és mindehez még hozzápakolódott rengeteg pályázat, meg rengeteg rendezvény ugye az 50 éves évforduló kapcsán. Na ebből kellett nekünk egy kerek egészet összegyúrni 2023-ban. Ennek a kölcs, még ennél a résznél maradva, ennek a költségvetési bizonytalanságnak lett egy maradandó kalcsosítás és az eredménye a végén, vagy, vagy ezek csak időlegesek voltak? Hát az én idegrendszeremben biztos, hogy van egy maradandó nyoma ennek a dolognak, mert azért a tavalyi év november-decemberi hónapjai azok nem voltak a leg, hogy mondjam, könnyebbek ebből a szempontból. Nagyon sok mindent számoltunk, nagyon sokféleképpen kalkuláltunk, és nem voltunk teljesen biztosak benne, hogy végig tudjuk csinálni az évet. Te ez volt olyan forgatókönyv? Hát olyan forgatókönyvünk volt, hogy ha nem változnak az energiaárak, és azzal az árral kell végigmenni, ami decemberben vagy januárban volt, akkor, akkor azt gondolom, hogy nem csak mi, hanem akkor arról talán beszéltünk is, hogy a magyar önkormányzatok zöme le kellett volna, hogy feküdjön, nem tudta volna kifizetni a számláit. Az, hogy az év második felében ehhez képest javult a helyzet, az, az, az nagy mértékben segítette, hogy egyenesbe kerüljenek az önkormányzatok, vagy az önkormányzatok többsége, de mi akkor is működtettük a közvilágítást, amikor 200 forint felett volt a, a, az áramára, ami tízszerese a, a korábbi évek áramárának, mert azt gondoltuk, hogy vannak olyan dolgok, amiből nem szabad engedni. Szóval, szóval igen, maradandó nyoma én azt gondolom, hogy annyi maradt, és ez talán egy nagyon fontos tanulság, hogy amikor olcsó volt az energia, akkor kicsit nagyvonalúak voltunk az energiafelhasználás tekintetében. És meg kellett azt tanulnunk, rá kellett döbbennünk, hogy odafigyelve rengeteget lehet spórolni, és ezt akkor is meg lehet spórolni egyébként, amikor nem olyan magasak az energiaárak. És ezekkel, az odafigyelésekkel azért milliós nagyságrendű megtakarításokat lehet elérni, alacsonyabb energiárszinten is, és ez hosszú távon több lett mozgásteret jelenthet egy önkormányzatnak. Nyilván ez ilyen magas energiaáraknál több 100 millió forintot jelentett, de ha most visszamegy az energiára, és bízunk benne, hogy még vissza fog menni, akkor is ez pár tízmillió forintot jelent. De ezek pár tízmillió forintból sok mindent meg lehet csinálni. Ezek működésbeli korlátozásokat jelentenek, vagy csak egyszerűen sem figyelés? Nem, most mondok egy egyszerű példát, és fogják érezni a városlakók. Ott van a városházam, egy hatalmas épület. Energiával fűtjük, villamos energiával fűtjük. Most például a folyosón ilyen 18 fok körüli hőmérsékletet tartunk. Most aki ismeri a városházát, az pontosan tudja, hogy egy óriási légtérről beszélünk, ami a folyosók, közlekedők, aula, előterek, ritkán használt helyiségek, alaksorok, tárgyalók, amiket nem kell minden nap fűteni. Úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit úgy gondolkodunk, mint nagyszüleink hogy mindig azt a helyiséget fűtjük, ahol, amit használunk, amit nem használunk, azt nem kell fűteni, majd fűtjük, ha kell. És, és ugye a, a, kényelem az előre minket ebben a dologban, bekapcsoltuk 22 fokra télen a fűtést, és mindenhol 22 fok volt az óvodában is olyan helyiségekben, ahol egyébként tisztítószert tárolunk, csak most mondok egy példát. De nem kell ott annyi eh, hőmérsékletet tartani, és még sorát nem. Ilyen észszerű végig gondolásokból mit csinálunk, hogyha hosszú időre nem használunk egy teret, egy irodát, levesszük a fűtést, kikapcsoljuk, stb tartalékra veszük, ezekkel rengeteg energiát lehet megspórolni, ugyanez igaz nyilván a világításra és minden egyébre. Nem mondom, hogy, hogy, eddig pocsék voltunk, ez nem igaz. De az igaz, hogy most sokkal jobban odafigyelünk erre, és ez a későbbiekben is kell, hogy mennyiségi megtakarítást jelentsen, aminek nyilván anyagi vonzata is És volt. ez a létszámban, tehát a, akiket foglalkoztat az önkormányzat vagy intézményei? Nem csökkente e a foglalkoztatott létszámunk. Tehát érdemben nagyjából ugyanolyan 500 fő körül van az önkormányzati ellátórendszer, a különböző intézmények, cégek, hivatalok, önkormányzati alkalmazottak. Az átszervezés, az egész rendszernek az átalakításának nem az volt a célja, hogy dolgozóktól váljunk meg. Nyilván volt, aki az új struktúrában nem vállalta, vagy, vagy, nem dolgozott tovább, de mi nem küldtünk el úgy senkit, hogy nem ajánlottunk fel neki lehetőséget. Ez, ez az átsz szervezés ez bejött egyébként? Én azt Tehát gondolom, hogy, hogy ez mit hozott, milyen eredmény? Hát nem tudom, ön hogy érzékeli, önnek mit hozott. Tehát én azt gondolom, hogy ennek hát két... mi működünk Egy Tehát, hogy két, két, fontos dolog van. Az egyik, hogy ugyanolyan hatékonyan vagy hatékonyabban működjön a rendszer. Én azt gondolom, hogy ez... ez, ez, ez rendben van. Másfelől meg próbáltuk olyan értelmezhetőbb méretűre darabolni a, a, a rendszert, amiben az kisebb részekre is nagyobb figyelem tud jutni. És itt igazából ezen van a hangsúly. Ez nagyon összevág azzal, amiről az előbb beszéltünk, hogy odafigyelése, hatékony gazdálkodással, a részletekre jobban koncentráltan, nagyon beszerzéseknél működésé, nagyon sok apró dolgot lehet megtakarítani, ami egy nagy működő rendszerben sokszor elcsúszik, félrecsúszik, kevés figyelem jut rá. Az most azáltal, hogy a kis intézményeinkhez raktunk még feladatot, így azok egy kicsit nagyobbak lettek, de még mindig áttekinthető, hoztunk létre új intézményt is is, ahol próbáltuk a vagyonkezelésre kapcsolatos feladatokat részben csoportosítani, és így viszonylag jól látható kerek egész csomagok jöttek létre, és ami fontos a változásban, hogy sokkal több feladat működik ma intézményi keretek között, mint külön költ, ö, gazdasági társaságban. És ez miért jó? Ez azért jó, mert így az egységes költségvetés, tehát mind, minden költségvetési ö, folyamatok azok a városházak a költségvetési irodáján ö, osztályán csoportosulnak, és így gyakorlatilag egy, egy folyamatos nyomonkövetés egy folyamatos kontroll sokkal ö, jobban tud működni, mint amikor ez egy gazdasági társaságban majd gyorsabban tudunk reagálni, hogyha forrásra van szükség, vagy van megtakarítás. Egy gazdasági társaság az Ez, egy az, elnáló... ez az ön óvatossága most már, mert hogy rajta tudja folyamatosan tartani a szemét, vagy bizalmatlanság? Nem bizalmatlanság, egyszerűen arról szól a történet, hogyha az elmúlt ciklust megnézzük, már pedig muszáj mindig egy kicsit hátra is tekinteni, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy kihívások után újabb kihívások. Pandémia, utána a pandémia lecsengése, aztán a háború, most az energia, meg az inflációs kockázatok. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt öt évben nem nagyon tudunk mondani egy olyan, olyan évet, ami, ami, ami nem rengeteg ö, olyan helyzetet hozott volna egy önkormányzatnak is, amiben teljesen újra kellett gondolni nagyon sok mindent. Na most, amikor intézményben vagyunk, egy rendszeren belül vagyunk, ennek a költségvetés oldalát kezelni sokkal hatékonyabban és gyorsabban lehet. Egy gazdasági társaság az önállóan önálló forrásokkal, eszközökkel ö, ö, rendelkezik, ott, ott egy költségvetés évben ezt nehezebb lekövetni is és nehezebb reagálni is, és mondom még egyszer, azáltal, hogy kisebb egységekben vannak, itt nyilván a hatékonyabban az átszervezés, a keresztbe mozgások, a segítések, azok sokkal jobban megszervezhetők. És, és én azt gondolom, hogy ha majd vissza fogunk tudni nézni 2023-ra, 22 re meg majd 24 re is, ami egy teljes átszervezett év lesz, ugye, mert ez egy félig ilyen, félig olyan év, akkor mi fogjuk látni, hogy ez költségvetési, tehát pénzügyi hatékonyságban is jobb. Mikor látszott az évben az, hogy végül is rendben lesz az év? Mikor derült ki? Hát nagyjából május május végére, ennek két oka van, május végén ugye már látjuk a, a, a nagyadózóknak az adóbevallásait, tehát akkor már nagyjából tudtuk, hogy milyen növekedések alkuláltunk, Ez azért közel egy milliárd forintos növekedés, tehát azért itt, 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 itt azért mondtam, hogy a cégek, a, a gazdasági szereplők jelentősen kivették a részüket ennek a helyzetnek a kezelésében. Tehát ott volt egy plusz többletbevétel, amiben tudtunk gondolkodni. Másfelől májusra már látszott, hogy az energiaárak elkezdenek mérséklődni. Ugye mi azért voltunk nehéz helyzetben, mert nagyon sok szerződéssel ilyen áll állam által garantált áron vettük az energiát, ami persze csökkent évközben, de közel sem olyan mértékben, mint a piaci viszonyok között. Tehát azért azt látni kell, hogy mi az állam által garantált gázt, azt még akkor is 1200 forintért vásároltuk, amikor a piacon ez már kevesebb volt, mint 300 forint. Vagy látni kell, hogy mi még akkor is 110-valahány forint körül vettük az áramot, már csökkentve az állam is csökkentette, amikor a piacon már 45 forintért. Tehát például a fürdőbe 40 forint körül vettük az áramot, mert ott piaci alapon tudtuk venni, a közvilágításnál megfizettünk 110-valahány forint. És erre semmilyen kompenzációt nem Nincs. adott az áram? Hát kaptuk azt a 140 millió forint, 144 millió forintot a rezsi költségekre. Amennyivel szemben? Mondjuk hát több amelyik? száz, több beszélgetünk, de én azt nem azzal szoktam szembeállítani, hanem én azt szoktam mondani, hogy 2022 23-ra az összes állami finanszírozás az 240 millió forinttal nőtt. Ugye ez azt jelenti, hogy 1 milliárdról, nem 1 milliárd valamennyiről 1,3 milliárd, a 240 millió. És a szolidaritási hozzájárulásunk, amit meg mi fizetünk az államnak, az pontosan ugyanannyivel nőtt. Tehát, ha csak az állami támogatást nézzük, az összeset, meg a szolidaritási hozzájárulást, akkor nekünk 22 23-ra semmi nem változott. Tehát nullán vagyunk a szaldónk, nulla, amit mi kaptunk, meg befizettünk. És ehhez képest kellett megoldani a költségeinket. Tehát innen nézve tűnt ez novemberben egy feloldhatatlan helyzetnek, de mondom még egyszer, a többletadó bevétel és azért a csökkenő energiárak valahol össze, össze, tudtak érni, és voltak, volt szerencsére annyi többletbevételünk, meg hoztunk némi döntéseket például a kulturális rendezvényeknél, ami egy kis plusz bevételt jelentett, és ezzel összetudtuk, mint egy jó anyuka, amikor gazdálkodik a családi büdzsével, összetudtuk seperni, amink van, és így ki tudtuk hozni az évet tisztességesen. Na és ugyanerre az évre pedig az is jellemző volt, hogy a korábban beadott meg a frissen beadott pályázatok közül tíz nyert, hogyha jól emlékszel. Hát mert? rengeteg pályázatunk van, ugye tíz nyert a top pluszos uniós forrásokból. Tízből tíz. Uh -huh. És amire én külön büszke vagyok, hogy mind a tíz a legelső helyen, tehát a legmagasabb pontszámmal nyert. Tehát nem éppen átcsúsztunk. Már szem... ebből a szempontból ez mindegy? Nem, ez szakmailag abszolút nem mindegy. A városlakó szempontjából lehet másodlagos, egy szervezet irányításaként ez nagyon fontos, hogy, hogy... ugye én annyit kértem a kollégáktól, hogy még fel sem erüljön senkiben sem, hogy a nyírbátori pályázatokat esetleg félre lehet tenni mert hogy hát ugye, ettől vakon. azért félre tudnák tenni, ha akarnák. Volt rá példa. Nyilván sokkal nehezebb egy pontozásos rendszerben a legelső pályázatot félretenni. Ha éppen vonal alatt vagyunk, akkor átcsoportosítok egy forrást a másikra, és azt mondom, hogy forrás miatt te Tehát nem megyünk ebbe bele, vannak jó, erre nem. nagyon jó módszerek. A legelsőt nem lehet, mert onnantól kezdve akkor kinyert senki. Tehát hogy ez, ez ezért volt nekünk rendkívül fontos. Emellett nagyon sok egyéb pályázatot is indítottunk már korábbi évekről, amik ebben az évben valósultak meg, és az idejében is gyakorlatilag mindenre lövünk, ami mozog, ez egyébként is jellemző ránk. És ugye ez azért volt fontos, mert, és azért voltunk nehéz helyzetben, mert ugye nekünk mindig az volt a kommunikációnk beruházások tekintetében, ami szerintem a legjobb elvi hozzáállás, hogyha tudjuk, hogy mit oldunk meg támogatásból, a saját forrásunkat ahhoz kell igazítani, vagy kiegészíteni, vagy olyan beruházásokat megvalósítani, ami kiegészíti ezeket a nagy beruházásokat, vagy amit nem nyerünk meg, akkor azt csináljuk meg saját forrásból. Ugye ez azért bukott meg majdnem ez, a, ez az elv, mert nem tudtuk, hogy lesznek nekem még saját forrásaink fejlesztésekre a beruházásokat kiegészítendő, de szerencsére ezzel az elmélyebb említett helyzettel azért azt látni kell, hogy a, a megnövekedett költségvetésben csak saját forrásból ebben az évben több mint másfél milliárd forintot fordítottunk fejlesztésekre. Ami, ami egy ilyen méretű városnál egy éven belül ö, ö, kimagasló De Érdekes, célszerű másfél milliárdot fejlesztésre fordítani egy ilyen, egy ilyen költségvetésből, ami a százalékos arányban ugye mennyi ez? 20 százalék? Hogyha a hát, teljes Nem, költségvetést egészen, nem a egészen 20 százalék, de mondjuk 15 Tehát, hogy 15, 15, 15. Nem, nem túl megterhelő a városra. És mondjuk, a máshonnan veszélyel más területekről ezt a pénzt? Ez ugye itt, itt nyilván igen. Tehát, hogy itt mindig, mindig játszani kell azzal, hogy mire költünk és mire nem. Ugye kérdezte azt az elején, hogy, hogy elmaradtak-e olyan dolgok, vagy van-e vissza olyan nyoma a költségvetésben, vagy a működésében. Igen. Ugye jellemzően ezeknek a saját beruházásoknak az öme azok energiamegtakarítással jártak már ebben az évben. Tehát az, hogy mi a városi közvilágítási hálózat nagyjából felét az év első felében rekordgyorsan kicseréltük, Ugye novemberben döntöttünk úgy, hogy akkor nekiugrunk a közvilágítás korszerűsítésnek, és a város fele gyakorlatilag április végére elkészült, és onnantól kezdve ezek a ledes lámpák fele annyit fogyasztottak. Ez azt jelenti, hogy ez volt olyan 150 millió, most csináljuk a másik felét, ez megint 150 millió. Azzal a 150 millióval, ami már ebben az évben megspóroltunk, legalább 70 millió forintot, és a következő évben már nullába fog kijönni. Most az a kérdés, hogy megérte-e 150 milliót elkölteni évelején, ha ki tudtuk gazdálkodni, úgy, hogy 2024 év végére ez már nettó megtakarítást fog hozni a városnak. Nem volt kérdés, hogy bele kell vágni. Napelemeket telepítettünk szinte valamennyi közintézményünkre, amire nem, arra még jövő évevelején fel fogjuk tenni a napelemeket óriási megtakarításokat lehet vele elérni. Szóval, hogy igen, és akkor legfeljebb azok arról beszélgethetünk, hogy kellett -e ebben az évben három kilométer járdát építeni. Erre meg azt tudom mondani, hogy meg kell kérdezni azokat, akik ott laknak. A pandémia miatt, a háború miatt az elmúlt három évben nagyon sok beruházást tologattunk. És azt mondtuk, hogy lássuk, hogy hogyan alakulnak a bevételek. Ugye évelején nem csináltunk ilyen beruházásokat. Amikor láttuk az év felénél, hogy ki tudunk úgy jönni az évünkből, a működési kiadásokból és a bevételekből, hogy ha megcsinálunk, költünk 100 millió forintot járdára, fel, járdaépítésre, vagy 130 milliót, attól még tudjuk finanszírozni a várost. Akkor azt mondtam, hogy kezdjünk hozzá, mert három éve ígérjük, hogy el kell kezdeni. Nem a, nem a villany számára valót vagy a kenyére valót költöttük el, hanem azt néztük, hogy a maradványaink elegendőek lesznek. Ha azt mondom, hogy évvégén még van 2-300 milliónk, akkor azt gondolom, hogy nem azt költöttük el. Viszont amiben meg elmaradásunk volt, abban fontos volt haladni, és meg kell kérdezni, hogy azok a közteletfejlesztések, játszótérépítések, járdaépítések, kukatárolóképítései, ami kiegészítették ezeket a beruházásokat, amik zajlanak, meg fognak zajlani, ez az ott élők számára rendkívül fontos. És, és igenis, ezeket az apró dolgokat is meg kell ahhoz csinálni, hogy haladjunk, mert, mert a településnek élhetőnek is kell lenni. Hát igen, pont ez az, hogy ön, ön betonpárti, ön, ön napelempárti és emberpárti? Szerintem egyszerre ezek nem összeegyeztethetetlen fogalmak. Tehát napelempárti, ha, ha az a kérdés, hogy zöld energia, akkor abszolút. Ez a város lehetne minta én azt gondolom, egy területen nem értünk el átütő eredményt, ami egy kicsit szomorú vagyok, ez a távhő, ahol sajnos nem vagyunk elég zöldek, mert ott gázt égetünk el mind a mai napig. Minden más tekintetben egy-két intézményt leszámítva, itt már szinte mindenhol zöld energiával működünk. Ezt nem feltétlenül tudják a városlakók, de ha elkezdünk létesítményeket végigvenni, ami még elmaradt, az a következő egy évben meg fog valósulni. Tehát gyakorlatilag 2024 végére azt tudom mondani, hogy a távhőt leszámítva az önkormányzati intézményrendszer 90%-ban zöld. Zöld energiával fűt, és mindenhol van napelem, nap, 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 napenergiából állítunk elő villamos energiának a nagy részét. És ez még a fürdőre is igaz lesz. Tehát, hogy ez egy óriási előrelépés. Ettől, ahol járdát kell építeni, a járdát kell építeni. Járdát kell építeni. Ahol kerékpárutat kell építeni, oda kerékpárutat kell építeni. Ez nem, a kettő nem ellentmondásos. Az igaz, hogy arra mindig oda kell figyelni hogy a, ne csak parkolót, járdát, aszfaltot építsünk, hanem a zöld területeket is fejleszünk. Én biztos vagyok benne, hogyha ha jövő tavasszal megnézzük ezt a várost, ha még kész teszünk a bankudvarral, a fáj lakótelep zöldfelületi az állomás környékének a zöldfelületi rekonstrukciába, akkor itt mindenki büszke lehet erre a városra, hogy a zöld terület fejlesztésén milyen óriási lép. Sétánynak. Hát a sétányt azért nem mondom, milyen? mert az gyakorlatilag érfény. Tehát óriási. Ha kiszámoljuk, hogy mi hány fát ültettünk az elmúlt öt évben, akkor, akkor, hát most hasas ütésszerűen tudok csak mondani, de ezer feletti. Jó, mert most az jutott eszembe hirtelen, hogy ez a, emlékszik rá, hogy volt ez a fásítási elképzelés. A, az is benne van most egy szlovák-magyar pályázatban. Uh -huh. Tehát egy szlovák településen, Nagy közösen pályáztunk, ezer fa ültetésére. Nyújtottunk be pályázatot, és az, amiről mi beszéltünk, az nem, 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 csak úgy a levegőben mondta a polgármester, hogy ez neki fontos. Igen Igenis, a bevezető utak mellett a fontosabb régi települési, eh, régi polgári út nyomvonalán, ahol a hely engedi, oda szeretnénk gyönyörű nagy fasorokat ültetni, platánfasorokat, eh, ősi eh, eh, olyan fafajokat, amik, amik a tájra térségre jellemzők. Úgy, hogyha 50 száz év múlva majd az unokáink, dédunokáink végig mennek a városon, akkor mondhassák, hogy igen, ez papa, nagypapa eh, eh, ült Tette ide, tehát a fát a, a, az unokáinknak, a dédunokáinknak ültetjük. Ez is benne van ebben a történetben, de az is benne van, hogy ahol most bármilyen közteletfejlesztést csinálunk, legyen szó csak a mondjuk a, a, a Kress Park fejlesztéséről, vagy a Munkácsi lakótelep zöldföldi fejlesztéséről, 20-30-50 fát mindig ültetünk. Az egy másik dolog, hogy nagyon komolyan végig kell gondolni, hogy milyen fafajokat ültetünk, mert ugye amennyire áldás egy fa, 50-20-30-100 év múlva annyira lehet átok, amikor már az ablakon benő és a poloskát kell róla újra lefricskázni. Le szóval ezekre azért oda kell figyelni, de azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben ezt átgondoltan csinálta a város. Voltak egy-két helyen olyan problémáink, amivel küzdöttünk, túl nagy volt a fa fajválasztás, stb. Vagy, 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 allergén volt maga a fa, nagyon allergiás reakciókat okozott iskolaudvaron, tehát ilyen problémáink azért voltak. De összeegyeztethető a zöld energia, a beton és a, 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 a közterületi zöldfelületi fejlesztés, ha ezt okosan és összehangoltan teszi valaki. Na, utolsó része legyen ennek a beszélgetésnek ma, hogy ugye itt az 50 éves jubileum volt, vagy van, van még? Van, van. Hát 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 Még tulajdonképpen van? December 31-ig van. Na, de úgy értem, hogy befejeződik december 31-én, vagy kitolódik áprilisig. Hát sose érez véget az ünneplés, nyilvántorban mindig ünnepelünk, jövőre is jubilálni fogunk, csak a jövőre az 1279-es úgymond első írásos emlékünkre számítva a város életkorát van kerek évforduló, de nem elviccelni akarom ezt a kérdést. Nyilván vannak olyan megkezdett az évfordulóhoz kapcsolódó programjaink, amink részben átnyúlnak a következő évre. Ilyen az alkotóház városi galériává történő átalakítása, mert ott ugye Zsuzsa készített, vagy Zsuzsával közösen készítettünk egy kiadványt, az elmúlt 50 év alkotómunkáiból, aminek a bemutatása lesz, és akkor fog megnyílni az alkotóház, mint városi galéria, egy állandó és egy időszakos kiállítási terekkel kiegészülve, megtörtént az épületnek a felújítása, átcsúszik a következő évre a zeneiskola. Ez most egy csont lesz a, a, a valamikor erős képzőművészet felé? Nem, ez, ez, ez abban, abban illeszkedik bele... Ez most egy kicsit ironikus volt, ja, vagy igen, nem tudom, szarkasztikus igen. volt, amit szerkesztő mondott. Igen, szarkasztikus. Jó. Jó, szóval, hogy nem. Az igazság az, hogy abban gondolkodunk, hogy a különböző általunk hasznosított tereket próbáljuk több funkciósá tenni. Mert rájöttünk, hogy fűteni kell. Ugye, amikor nem fűtjük az alkotóházat, akkor a díszteremben fog próbálni a, a kórus, a díszteremben fog próbálni a fúózenekar, ami az ő otthonuk. Ezért azt az épületet nekünk működtetni kell. Fűteni kell, világítani kell, takarítani kell. De alul van hasznosítva. És azt mondtam a kollégáknak, hogy nézzük meg, hogy ezek a terekbe hogyan tudunk funkciókat úgy összepakolni, hogy jellemzően nem növeli meg a költségeinket, de ugyanakkor meg több funkció el tud működni egymás mellett. És nyilvánvaló volt, hogy az alkotóházba napközben nem tudunk több funkciót vinni, mert mert már oktatási nevelési intézményt nem tudunk bevenni, hétköznap napközbeni programot nem tudunk bevenni, délutánonként meg tele van. De galériára volt igény? És azt gondoltuk, hogy ha már működik, akkor teremtsük meg annak a lehetőségét, mert azért erre egyre többet szerencsére volt igény, hogy itt-ott kiállításokat szervezzünk. És hogy mondjam, a, a város identitásához, ö önazonosságához meg hozzátartozik az, hogy azok a művészek, akik az elmúlt 50 évben rengeteg alkotást hoztak létre, értékesebbnél értékesebbeket, akkor valahol mutassuk be. És az erre tökéletesen alkalmas, nem fog igazából jelentős többletköltséget jelenteni. Senki nem sérül, és úgy tudunk egy új funkciót telepíteni, hogy igazából jelentős többletköltséget sem jelent. Hát ezzel inkább mindenki csak nyer. Ezzel mindenki ez nyer, az az ez, és ezek gesztusok. Szerintem egy városnak azért gesztusokat is kell tudni gyakorolni. Ez Tehát lesz egy saját gyűjtemény ennek a galériának, vagy felajánlott, felajánlott kölcsönadott Kölcsönadott művek lesznek. Kölcsönadott művek lesznek az egy másik dolog, az majd a jövő zenéje lesz, hogy, hogy, hogy most ezekből valamit megvásárol le a város, vagy nem vásárol meg a művészetet, mert ezzel lehet támogatni a művészetet. Ez a kérdező, város nem akarna ilyen mecénatúrát felvállalni mondjuk a képzőművészetet, de ne folyjunk ebbe mélyen bele, mert mindjárt vége lesz. De esetleg előfordulhat? Igen, tehát hogy ez is szóba került. A lényeg a lényeg, hogy bizonyos ilyen programok átnyúlnak a következő évre. Hát még ebben az évben ugye a jégpálya az, amit, amivel kedveskedtünk a városlakóknak, mint, mint jubileum, de ez nyilván egy olyan dolog, ami talán hosszú távra is megmarad. És hát az évközben meg irdatlan mennyiségű program volt. Talán én nem is emlékszem olyan évre, amikor ennyi rendezvényt csináltunk volna, mint idén. Bejött ez a 50 éves jubileumi emlékplakett díj sorozat? Egyébként hogy látja? Mert tulajdonképpen nem a díjról van itt Kinek? szó. Nem, nem, a díjról van itt szó, hanem a hozzá kapcsolódó rendezvényekről, vagy a rendezvényekhez kapcsolódó díját. Ugye onnan indultunk, az volt az alapkoncepciónk, vagy a legfontosabb mondat ebben, hogy úgy ünnepeljük az 50 évet, hogy mindenki tud ünnepelni mindenkinek legyen lehetősége valamilyen módon ehhez az egész éves rendezvénysorozathoz, ott, ahol ő szeretne, ott, ahol ő komfortosnak érzi magát, ott, ahol ő szórakozni tud, kapcsolódjon. Ezért volt nagyon színes a programsorozat, a koncertektől a komoly zenei dolgokon át, a művészeti programok, a, a sportversenyek, a különböző diátadó ünnepségek, a különböző, hogy mondjam, szórakoztató programokon át, én azt gondolom, hogy, és ennek volt egy, tehát mindenki máshogy ünnepel, ezt már beszéltük többször, valaki úgy ünnepel, hogy összeszed a családot, elmegy egy koncertre, megnéznek egy jó koncertet, leülnek, esznek egy hamburgert, isznak két sört, és a barátokkal egy jót buliznak. Ez ma a 21. század. De vannak olyan emberek is a településen, akik azt tartják ünnepnek, hogy igenis elmennek egy komoly rendezvényre, meghallgatnak egy komoly művészeti produkciót, gratulálhatnak azoknak a szakmatársaiknak, akiknek a, a kéznyoma ott van mindenhol, és erre volt fontos, ez az 50 éves ö, ö, emlékplakett a különböző területeken, különböző szakmapolitikai, szakmai területeken átadott díjaknak, mert itt le, ezzel együtt lehetőséget is adtunk arra, hogy az a szakma találkozzon, kicsit visszaemlékezzen, saját magát megünnepelje, a saját maga által létrehozott értékeket egy kicsit lajstromba vegye, és az nagyon fontos volt, és azt mindig elmondtam, hogy nyilván valakinek adtuk ezt a díjat. De hát ez az adott személynek adott díj, az mindig egy szakmát is képviselt. Amikor egy házi adtuk, amikor egy, 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 védőnőnek adtuk, amikor egy pedagógusnak adtuk, azzal jelképesen mi annak a közösségnek is szerettük volna megköszönni, és ezért volt fontos, hogy olyan szereplőt válaszunk, aki, aki vitán felül áll hogy az a, az a pedagógus, vagy egy intézményben, vagy az 50 év alatt szinte végig olyat tett le az asztalra, ami mindenki számára elfogadható, egy általános értéket képvisel, és azáltal az egész szakmát is képvisel, mindannyian büszkék lehetünk rá. És én azt gondolom, hogy azt, hogy a képviselő testület ebben az évben minden ilyen elismerést, ez mindegyikre igaz. Egyhangulag fogadta el, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, mert tudtuk ezt úgy kezelni, hogy hogy semmilyen politikát nem vittünk bele, hanem abszolút, abszolút az értékek mentén születtek ezek a döntések. Nem vitathatom el, hogy nyilván lennének még emberek, akik kaphattak volna. Soha nem lehet pontosan meghúzni a határt. a mindig így van, de hát azért nincs vége az életünknek, hogy díjakat ezután is fogunk adni, nyilván 50 éveset már nem de azért városi kitüntetések vannak. Új a díjat is alapítottunk, hiszen ahogy jeleztem az elején, a gazdaság nagyon fontos volt, és ezt szerettük volna úgymond így is megmutatni. Úgyhogy, úgyhogy ilyen módon is változott a történet. De én azt tudom mondani, hogy szerintem ha az összes rendezvényt, ami több száz rendezvény, azért látni kell, ha ezeknek a látogatottságát összeadjuk, akkor itt, itt szerintem közel vagyunk inkább a 100 mint az 50 ezerhez. Amennyi embert, nyilván itt van, aki többször megmozdult több rendezvényen, én például majdnem mindegyiken, de, de hogy itt azért több mint 50 ezer, közel 100 ezer ember látogatott ki ezekre a programokra, és erre azt tudom mondani, hogy amit mi elterveztünk, óriási meló volt, és nyilván köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett, de elérte a célját az a kezdeményezés, hogy mindenki ünnepeljen az 50 éves nyírbátorról. Na, hát tulajdonképpen el is értünk a beszélgetés végezre, miután olyan zöldben van, hanem is pont fenyőzöldben, és karácsony előtt itt már nem beszélgettünk esetleg, hogyha Két mondatot még mondana? Hát ez a legszebb, igen, amikor forduljak oda a kamerához. Nem nagyon ö, ö, szoktunk ilyenkor különleges dolgot mondani, de mivel már adventi időszakban vagyunk, én kívánok mindenkinek boldog karácsonyt, kellemes adventi készülődést. Azt szoktam mondani, hogy sokkal több nyugalmat, sokkal több örömet, kevesebb rohanást, kevesebb feszültséget. Kívánok mindenkinek, és azt kívánom mindenkinek, hogy amit eltervezett ebben az évben, az váljon valóra, amit pedig a következő évben kitalál magának, hogy teljesüljön, azok pedig a következő évben váljanak valóra, és ebben a legfontosabb nyilván az egészségünk, úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok. Én meg köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, viszontlátásra. Viszontlátásra.